Van egy pár dolog, amit én mindig magammal viszek, hogyha kilépek az ajtón, tenerifén. Kezei csókolom, jó napot kívánok, sziasztok! Engem bogár bulcsónak hívnak, itt élek, tenerifén a családommal, és minőségi pénztárcabarát utazások megszervezésével foglalkozunk. Ebben a videóban a hátizsákom tartalmát fogom neked megmutatni, hogy több éves tapasztalattal mi az, amit mindig magammal viszek. Mikor összeállítottam több éves tapasztalat után ennek a hátizsáknak a tartalmát, három dolgot vettem figyelembe. Az első az a kényelem, hogy minél kényelmesebben meg tudjam élni az adott pillanatot, ha kilépek. A második az a szükséges dolgok, amiket mindenképpen magammal kell vinnem, és a harmadik tétel, amivel fel tudok készülni egy váratlan helyzetre, és akár vagy az életemet mentheti meg, vagy időt nyerhetek egy krízis helyzet esetén. Kezdjük hát a kis zsebbe! Az első örök barátom a papír zsebkendő. Ennek hasznosságát és praktikusságát szerintem nem kell neked bemutatnom. A második tétel a tisztasági törlőkendő. Rengeteg helyzetbe jól jön, cipőtisztításra is tökéletes. A harmadik ilyen attól a toll a ezt én hetente egyszer különböző szituációkba kell, hogy használjam. Aztán nyilván az apartman kulcs, illetve a szállodakártya, emellett pedig a személyes iratok. És most nézzük meg, mit rejt a nagy zseb. Első tétel a polarizált lencséjű napszemüveg. Ez baromira fontos, hogy élvezni tudd ezt a szigetet, hiszen olyan erősen süt a nap, hogy napszemüveg nélkül szinte élvezhetetlenné válik a nyaralás. Aztán a következő tétel a telefonálvány. Ez kicsi, kompakt, könnyű elfér bárhol, és nagyon-nagyon jó szolgálatot szokott tenni, ha mondjuk hosszú expozíciós fényképeket szeretnék készíteni, vagy akár nincs a közelbe valaki, és szeretnék magunkról időzítővel egy nagyon jó képet csinálni. Fülhallgató. Ebből én javaslom azt a fajtát, ami nem merül le, ami fixen ott van. Ez elsősorban vészhelyzetek esetén szokott nagyon jól jönni, hogyha vonalba kell maradni, de mellette a kezünket szeretnénk szabadon tudni. Első kis tasak, ebben gyógyszereket tárolok, tartok benne fájdalomcsillapításra algopirint, flektorport esetleges fogfájás esetén, aspirint, egy pici parfümöt, doriticint torokfájásra, imodiumot hasmenésre, fogsejmet étkezés utára, koldrex tablettát megfázásra, második tasak zombi támadás ellen. Kényelmes, könnyű, kompakt fejlámpa, ez akkor nagyon hasznos, hogyha éjszaka is szeretnéd élvezni a szigetet, például Tenerifén elképesztően gyönyörűen lehet látni a csillagokat, főleg a Teide nemzeti parkból, ahol nincsen fényszennyeződés, és ez a fejlámpa, mivel ott nincsen világítás, nagyon megkönnyíti azt, hogy mondjuk ne sérülj meg, vagy ne botolj meg, és lásd, hogy merre sétálsz. Hordok magamnál továbbá egy erős elemlámpát is, ami szintén egy kompakt méretű. Ezt nagyon rövid ideig lehet használni, hiszen felforrósodik, és a hűtés, amivel kis testben van, nem annyira megoldott. De ez is nagyon-nagyon hasznos szokott lenni. Egy multifunkciós bicska, ez nagyon-nagyon sok helyzetbe jól tud jönni. Itt arra kell figyelni, hogy ha ilyet hozol magadra, hogy mindenképp a feladott podgyászba tedd bele, gondosan becsomagolva, és akkor el tudod hozni tenerifére. Van nálam továbbá egy iránytű, ne kérdezzétek, hogy miért még soha nem kellett használnom, de azért jó, hogy van. Filctol, amire mindig van egy hónapban egy olyan alkalom, hogy életet ment, és nagyon jó, hogy nálam van. Ez egy prótip, itt tenerifén nagyon nagy távolságok vannak, és hogyha esetleg valami történik veled vagy veletek, akkor nagyon hasznos tud lenni egy, egy minőségi síp, amivel magas hangokat ki lehet adni, hogyha esetleg problémába ütközöl, lesel valahova, és így tovább, és így tovább, ez egy nagyon hasznos funkció, és nem foglal nagy helyet. Örökhű társa, powerbank, és hozzá a kábelek, ugyanis az erős napsütés miatt sokkal magasabb fényerőn fogod használni a telefont, folyamatosan fényképezni, videózni fogsz, és amiről nagyon sokan megfeledkeznek, hogyha mentek valahova, azért a navigáció is a telefonról fog működni, tehát mindenképpen kell powerbank és ehhez kapcsolódóan kábelek, amivel lehet tölteni a telefont. Harmadik tasak, ez egy titok tasak, nem árulom el, hogy mi van benne. Hoppá, ezt majd kivágjuk. Továbbá pulóver sapka, Másfél literes ásványvíz, nem elég a fél liter, nem elég az egy liter, másfél liter. Ha délelőtt reggel kiléptek a szállásról, másfél literes vizet vigyetek magatokkal, mert nem tudjátok, hogy meddig fog tartani az a nap, és nagyon sok olyan hely lesz, ahol hidratálni kell, és sajnos sok helyen nem lehet kapni majd vizet. Továbbá szokott nálam lenni övtáska, ez akkor jön nagyon jól, Hogyha nem akarom a hátizsákot magammal cipelni mondjuk a bérautóból, mondjuk csak beugrunk egy étterembe, de igen, el akarom vinni az irataimat, a kulcsokat, szeretném beletenni a sluszkulcsot is, illetve dohányterméket, akár egy-két gyógyszert, szóval ezek ilyen rövidebb kimozdulásokra egy hibátlan döntés, hogy az ember átpakol egy könnyebb, kisebb táskába, és ugyanúgy szabadon maradnak a kezei. Ezeken kívül, bár nem a hátizsák része, esőkabát abban az esetben, hogyha mondjuk későszel, télen, koratavasszal tavasszal elmentek mondjuk Anagába, ahol gyakrabban előfordul eső, illetve nagyon erős a passzát szél. Ha a strandra mentek, vagy tejdenemzeti Parkba, akkor érdemes vinni naptejet. Nagyon könnyen le lehet barnulni, főleg egy Tejde csúcstámadásnál, vagy hogyha fölmentek a felvonóval és eltöltötök fönt 3500 méter körül mondjuk egy órát, akkor feltétlenül vigyetek naptejet, mert baromira le lehet égni, és az nagyon fájdalmas. Szeretném ajánlani figyelmetbe a cipőt. Amit itt a képen láthattok, ez egy trendy designer marha cipő. Ez nem jó. Sokkal inkább ezeket a cipőket javaslom, amik haptalpúak, puha tetejűek, jól szellőznek és baromira kényelmesek, és szinte lehetetlen, hogy föltörje a lábadat. Ha túráznál is, akkor a túracipő elengedhetetlen, és a lávakövek nagyon kemények és nagyon élesek, úgyhogy erre mindenképpen szükség lesz. Nálam mindig szokott lenni minőségi vókitóki, ugyanis a szigeten 80%-ba nincs térerő. A jó híra az, hogy az utazóinknak is rendelkezésre szoktuk bocsátani ezeket a vókitókikat, így maximális biztonságban élvezhetik a nyaralásukat. Biztos vagyok benne, hogy volt egy-két tétel, ami megforgattad a szemedet. Igen, van bennem egy pici maximalizmus, ez nem azt jelenti, hogy neked mindent el kell hoznod ezek közül, ez csak az én sok éves tapasztalatom, amit mindig hajlandó vagyok a vállamra tenni, mert tudom, hogy hasznos lesz egy adott ponton. Ennek a Mi van a hátizsákomba videónak a, az egyetlen célja az volt, hogy kapj egy átfogó képet arról több éves tapasztalat hogy mi az, amire, hogyha aktív napokat tervezel, akkor esetleg szükséged lehet a szigeten. Nyilván ebből te kiválasztod azt, ami számodra releváns, ami számodra fontos, de természetesen nem baj, hogyha nálad nem lesz meg minden, ami az én hátiszsákomban benne van. Csak nyugalom. Viszont, hogyha hasznosnak tartottad ezt a videót, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Ha szeretnél jövőben is temelifével kapcsolatos tartalmakat látni, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és nyomd meg a csengő gombot, hogy értesítést kapj az új tartalmakról. Köszönöm szépen, hogy végig maradtál ebben a videóban. Találkozunk a következőben. Addig is kezei csókolom, viszont látásra, sziasztok!